Monumentális szobrok és provokatív ábrázolás. Főként ezek jellemzik a világhírű szobrászművész Virgilius Moldován munkáit. A román származású művész első magyarországi kiállítását a Nyíregyházi Városi Galériában, a Pályura teremben és a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjén tekinthetik meg az érdeklődők. A művész saját bevallása szerint a nagy méretek és a nem megszokott ábrázolásmód direkt a feltűnést és a megbotránkozást szolgálják. A kiállított darabokat Németh Erika, a Városi Galéria művészeti vezetője válogatta. Az egyik kolléganőm, aki a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumon velem együtt tanított szakot, ő ismerte Virgilius Moldován művész urat, akivel együtt jártak középiskolába Romániába, és onnan ez az ismerettség. És többször járt a művészeti szakgimnáziumban, és egy nagyon jó munkakapcsolat, baráti kapcsolat alakult ki, és utána jelezte, hogy nagyon szívesen jön neki állítani Nyíregyházára, mozgalmasnak találta a várost, érdeklődött a helyi fiatal képzőművészek iránt is. A Bécsben élő Virgilius Moldován a kortárs művészet meghatározó alakja. A Városi Galéria termeiben értelemgazdag, néhol ironikus bronzportréit láthatják az érdeklődők. A művész restaurátorként is dolgozik, Bécsben számos világhírű épületen dolgozott már. Nagyméretű szobrai a posztmodern stílus jegyében a társadalom jelenlegi helyzetére reagálnak. A művész a megnyitón kiemelte, általában ellentétesek a vélemények munkáiról. Hozzátette, legtöbben úgy gondolják, ilyen csúnya szobrokat ki sem kellene állítani. Mindig modell után dolgozom, ezért a műveim eléggé reálisak. Talán ezért is háborodnak fel sokan a látványuktól, hiszen magukra ismerhetnek egy-egy alkotásban. A Pályura teremben javarészt műgyantából és szilikonból készült akszobrokat láthatnak az érdeklődők. A művek az emberi testen keresztül próbálják ábrázolni a belső lelki állapotokat. Ezek olyan hatást keltenek, amelyek miatt inkább felnőttkorú látogatóknak ajánlják. Ez a fajta alkotási és megjelenítési mód páratlannak számít a világkortárs művészetében. A tárlat mindhárom helyszínen május 10-ig látogatható.